hogyha Helga egyszer visszajön, sokkal jobban meg fogom becsülni. Muszáj lesz nekünk kitakarítani. Most az egyszer. Végre. Megint minden tiszta. A munkaköri leírásunkban gonosz tevés dolgok végrehajtása szerepel, nem söprögetés meg Dr. Z dajkálása. Nem bírom már tovább. Állhatunk neki újra. Ha elkaplak titeket, a dinoszauruszok végleg kihalnak. Tényleg egyre nagyobb itt a rendetlenség. Arra gondoltam, hogy át kéne költöznünk egy másik szobába, ha ezt senki sem takarítja ki. Nekem tetszik az ötlet. Nagyon sokáig tartott, de most már legalább tiszta. Hé, költözünk be ebbe. Jó, a miénk nagyon mocskos. A miénk jöjjön, és ne hagyjátok ki a fürdőszobát. Mi a fene folyik itt? Még mindig az ebédre várok. És elbeszélgetnék veletek az úgynevezett... Most te vagy a soros Ursula, te mész be! Én menjek be? Ma már túl sokan szívták a véremet. Én ugyan be nem megyek, legutóbb hozzám vágott egy kosítót. Jó, van, akkor te mész be, Ed. Hagyott, hogy éhen halljak. Ha nem fájna úgy a hátam, akkor ellátnám a baját annak a... Elég volt! Ebédet! Nem fognak semmibe venni. Üldözd az egeret és leckisztesd meg a naplopókát! Át nem valami sok, de engem most ennyi is nagyon feldob. Ez volt az egyetlen dolog a konyhában, ami még ehető. Ne izgulj! Úgy elfáradtam az egész napos takarításban, hogy olyan jól fog esni, mint valami luxus kaja. Nekem is fogjunk hozzá! Bon appétit! Ez nem a mi napunk, de legalább a mosogatáson túl vagyunk már. Ez jár azért, mert nem törődtök velem. Ez a hely egyszerűen undorító! Nem is gondolnánk, mennyi mindent csinál meg egy anya, amíg el nem megy. Ja, biztosan ezért vágyott pihenésre. Indulok is Spanyolországba. Vigyázzatok magatokra, fiúk, és el ne felejtsetek enni. Mindjárt éhen halok. Melyik szemetes zsákba raktad a pizza szélét? Áú! Így még nagyobb rendetlenséget csinálsz. Még te beszélsz, ha jól tudom, nem én raktam a hűtőszekrénybe a banánhéjat. Ott is jobb, mint a földön. Ez nem igaz. Fiúk, gyertek ide egy kicsit. Ha? Mutatni akarok valamit. Te meg mit csinálsz, apu? Mint tudjátok, a konyhában nem igazán boldogulok, de ha nyílt lángról van szó, akkor nagyon jól főzök. És most követ fog sütni? Azt csak nehezéknek raktam a fedőre. Lássuk, kész van-e már. Párolt is csináltál?
Ugye nem gondoltad, hogy a tulajdonapád éheztetni fog titeket? Teszünk a tetejére egy kis szósz, aztán belakmározunk. Ez az. Az anyád olyan büszke lenne ránk, hogyha most látna. Bárhol is van most, remélem, ő is rendesen eszik. Spanyolországban vannak a világ legjobb ételei. Olyan nagyon vártam már ezt a nyaralást veletek, lányok. És az étel pont olyan finom, mint reméltük. Spike-nak és a fiúknak is ízlenne a sonka. Folyton csak arra tudok gondolni, hogy bárcsak ők is itt lennének most. Ne csináld, ne gondolj az otthoni dolgokra. Érezzük jól magunkat, csak mi lányok. Igazad van. Következzen a híres Sagrada Familia. Aztán megyünk vacsorázni. Annyit fogunk enni, mint egy disznó. Most nem nagyon érdekelnek a dinoszauruszok. De ha dinoszauruszra vadászunk, doktor Zé nem üvöltet velünk. Nem is vagy olyan buta, mint amilyennek látszol. Nincs időnk főzöcskézni, elpakolni, meg kitakarítani, hol mi műegerek után. Valahol feltűnt egy dinoszaurusz, amit el is fogunk kapni. Le a köténnyel! Egy újabb dinoszaurusz szett? Igen, a spanyolországi Barcelonában. Akkor induljunk. De még nem fejeztük be a leckénket. Igen, és hogyha Helga néni megint elkap minket. Hé! Miért nem jött még vissza? Tényleg? Seth, nem azt mondtad, hogy van valami dolga a kínai negyedben? Mikor jön már vissza? Én honnan tudnám? Erre a küldetésre mi megyünk! Adjátok oda az alfa vezérlőket! Én mit nem? Te és a többiek amúgy is inkább velünk jönnének, igaz? Kértek egy kis finomságot? Egyértelmű, hogy úgy tudnak bánni a dinoszauruszokkal, ahogy nektek sosem sikerült. Az ebédemet akarom most, azonnal! Úgy látom, itt van szükség rátok. Felszállás! Oké, a robotpilóta most már elvisz minket Barcelonába. Nincs más dolgunk, mint hátradőlni és élvezni az utat. Én nem élvezem annyira. Nem első osztályú, de jobb, mint a főzés vagy a porszívózás. Vagy, doktor Z. Ebédet kértem, nem pedig barkács felszerelét. Ez fáj. Egy dinoszaurusz tűnt fel Barcelonában. Pont ott van anyu is. Ez biztos valami jel. Igen, akit és engem egymásnak teremtettek. Hát igen, de most jobb, ha indulunk. Igen, így van. Várjatok! Nem gondoljátok, hogy legalább most az egyszer magatokkal vihetnétek? Biztos nagyon hiányzom az édesanyádnak. Majd túlteszi magát rajta. Na jól van, akkor levelet írok neki. Csak egy perc. De még azt sem tudjuk, hogy merre van. Ez a minimum, amit megtehetünk az igaz szerelemért. Max, ígérd meg, hogy odaadod neki. Jól van, te jó ég. Ó, és mondd meg neki, hogy hozzon nekem egy Torreador nadrágot, jó? Szóval ez lenne Barcelona? Milyen gyönyörű város. Itt még a levegőt is frissebbnek érzem. Itt rendezik a nagy bikaviadalokat. Én nem nézek meg egyet sem. Szerintem a bikaviadalok szörnyen kegyetlenek. Hé, ez egy ősi hagyomány. A vörös szövettől teljesen bevadultak, pont ahogy a bikák szoktak. Akkor jobb, ha elvisszük őket innen. Szóval ez a Sagrada Familia? Igen, nagyon híres hely. Antoni Gaudi vagy egy századdal ezelőtt kezdte el építetni, és még mindig nincs kész. Hú, akkor már biztos nagyon öreg. Muszáj lefényképezni. Ja, nekem is. Hé, ha elfelejtettétek volna, elmondom, hogy nem várost nézni jöttünk. Ez egy Allosaurus, és nagyon mérges. Úgy látom, egyenesen a Sagrada Familia felé tart. Mi? A nemzeti kincsünk fele. Nem tudja valaki megállítani? Oda sem bírok nézni.
majd mi megállítjuk. Dino idézés! Gyerünk, Triceratops! Üvölcs! Meg kell védened azt az épületet! Ügyes voltál, Csom! Szólnátok, ha szétválnánk, és egy óra múlva itt találkoznánk. Jól hangzik. Láttam pár antikvitásboltot, ahova szeretnék még bemenni. Te még mindig piacra akarsz menni, Aki? Igen, szeretnék venni abból a fantasztikus sonkából, hogy vihessek a fiúknak. Csom, nem esett bajod? Nézzétek, mit tettetek! Ha? Tönkretettetek a büszke szégünket! Állj, hagyják abba! Hogy a Triceratops ilyen hamar elveszti a harcot. Én is azt hittem, hogy ennél sokkal jobban le fogja fárasztani az Allosaurust. És most mit tegyünk? Kénytelenek leszünk egy B-tervvel előállni. Várjatok már, nekünk még A-tervünk sincs. De az A-tervünk úgy sem szokott beválni, úgyhogy nem is olyan nagy baj. Ez nem is olyan hülyeség. Hozzuk meg magunkat, amíg meg nem látjuk, mivel rukkol elő a két tanyos. Istenem, hogy fogok kiválasztani ezek közül egyet, amikor mind olyan jól néz ki? Szerintetek most hová megy? A húsboltba! Kérek egy sonkát, egy olyat, ami jó szaftos, és ami elég nagy egy egész család számára, de nem annyira, hogy két hétig azon kelljen élnünk. Lássuk csak, legyen egy... Ó, jaj, nem is tudom. Ha? Ott van anyu. Anyukát teljesen megbénult, amikor meglátta a dinoszauruszt. Hé, hey, anyu, menekülj! Ah, szia, Max! Ide néz, Allosaurus! Ez itt sokkal nagyobb! Majd elcsalom, hozd ki anyukádat! Jó ötlet! Gyere és kapd el, Allosaurus! Úgy látom, eljött a mi időnk. Akkor pattanjunk fel az Alfa robogóra. Indulhatunk! Köszi! A sonkát és az ötletet is. A sonkával ebbe a gödörbe fogjuk csalogatni az Allosaurust. Jó terv. Akkor majd rájuk uszítjuk Terryt és Tankot és az összes taktikájukat. Már itt is van! Hát tűnik annak a dinoszaurusszal! Elég félelmetes! Akkor meg kell mentenünk őket! Alfa idézés! Törjelős Spinosaurus! Spinny, hogy került ide? Ez keresztül húzta a tervünket. Ez milyen taktika volt? Tisza virágzás. Ez be fog válni.
négy ekkora sonka elég lesz? Igen, ezzel összekötjük őket. Dino-idézés! Gyerünk, Carnotaurus! Söpörd le őket! Olyan, mint egy bikaviadal, csak dinoszauruszokkal. Bevált a terv, már fárad az Allosaurus. Itt az alkalom, hogy végezz bele, ász! Ajjaj! Szuper, most már fel akarja falni a sonkát. Figyelj, ász, változtass kártyává az Allosaurust, aztán annyi sonkát ehetsz, amennyit akarsz! Rex, újra megindult! Szuper! Még egy dinoszaurusz kártya! Sikerült, ász! Egyél csak, mind a tiéd! Megérdemled! Mi történt? Esküdni mernék, hogy nemrég Maxet láttam. Az hogy lehet? Anyu! Lehetséges, hogy Max eljött egészen Spanyolországig. Ez butaság. Ha? Ez meg hogy került ide? Simán megszereztük volna azt a kártyát, hogyha ti nem rontatok el mindent. Az lehetséges. Otthon kellett volna maradnatok porcívozni, ahogy mondtuk. Most nem fest túl jól a dolog, de mindennek van napos oldala is. Mi a napos oldala? Hogy nem a podgyásztérben utazunk. De igaz, tényleg. Megmernék ráesküdni, hogy Maxet láttam Barcelonában. Az lehetetlen, anyu. Hogy tehetném meg az utat oda-vissza egyetlen nap alatt? Tudom, hogy ennek semmi értelme, de pont úgy nézett ki, mint te. És ez még nem minden. Találtam egy levelet az apádtól. Ó, Aki, várj! Hadd olvassam fel, olyan aranyos. Drága Aki szerelmem, nélküled olyan ez a ház, mint a hőlégballon meleg levegőnél. Várj, nem is, mint egy fánk, lyuk nélkül. Nem, inkább mint egy dinoszaurusz üvöltés nélkül. Na mindegy, vigyázz magadra és siess haza, utóirat. A ház iszonyatos. Szeretettel, Spike! Jaj, tényleg, rohannom kell, nem takarítottam ki. Én sem. Én meg segítek. De még mindig nem értem, hogyan jutott el hozzám ez a levél. Ez a szerelem ereje, Aki. Szerelem? Az irántad érzett őszinte szerelmem vitte el a levelet hozzád a végtelen tengeren keresztül. Spike, ennél romantikusabbat még sosem mondtál nekem. Isten hozott újra itthon. Örülök, hogy itthon vagyok, drágám. Neki kéne látnotok a takarításnak. Ha? Ezek szerint nem akarsz segíteni nekünk? Miért van az, hogy sokkal könnyebb szétpakolni, mint rendet rakni? Hé, Csomp, ász, Peris, gyertek vissza! Kizárt, hogy ti is kibújjatok a takarítás alól. Most az Allosaurus kártyáját szereztük meg, ami azt jelenti, hogy eddig 28 különféle kártyát gyűjtöttünk össze. De még így is sok van hátra.
Magyar hangok. Szalai Csongor, Molnár Levente, Bogdányi Putanilla, Hagen Imre, Nádor Kiprista, Galvanis Tomasz, Sánta Anna Mária, Szűcs Sándor, Dévai Balázs, Németi Mária, Penke Bence, Szabó. Magyar szöveg Tarján Rita, hangmérnök Hadvidezső, vágó Kránic Bence, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront az Animex megbízásából az SDI készítette.